Krisztián, mindenki tudni akarja, hogy mit titkolsz. Mert ez, hogy megás nélkül lelépsz, és itten sántikálsz valamibe, ez nem normális. Elmondom, hogy mit titkolok. Mondd is. Az az igazság, hogy... Hogy micsoda? Csaló, mély van rajtad aranycsisak, te? Büdösd! Jaj, ne! Mi az, hogy mély van rajtad aranycsisak? Hát az előző részbe vettem fel. Igen, de már nem vagyunk a Netherben. Te kis csaló, büdös dögöcske. Jó van már. Te dögöcske. Te dögöcske. Ja, nem tudom, hogy halljátok a hangmon, de kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy ha szeretnétek jobbulást kívánni a kommentekbe, akkor nyugodtan kívánhattok, jó? Ide orvosi papír nem kell, a tények maguké beszélnek. Kívánjatok jobbulást ennek a kis gyenge immunrendszerű Krisztiánnak. De nem vagy megfázva. De hát nézd már meg, nézd már meg az orrát, ja, hogy meg van fázva. Be van dagadva az orra, jó. Brutális kinézetem van. Hol a ja, Mali? Itt a Mali. Na, nézzük meg, hello, Mali. Ott van. Mali. Mali, hol volt? Ez a Mali. Ja, helyzet, Mali. Ja, elneveztek a Malit, hogy tudjuk, melyik a Mali. Ja. A Malév. Náló, srácok, ez itt! Egy újabb Minecraft sorozat rész, azaz a... Krisztián, elmondja, hogy hanyadik? A 13. A 15. Yeah, baby! Basztó! Ja, tényleg most egy csomót csináltunk. Igen, A 15. rész. Ez itt a Minecraft sorozat 15. része. Na, láthatok pár változást itt a táborban, mint például ezt a kis malacos helyet, amit a Krisztián csinált, hogy a malacoknak legyen egy kis helye. Ide megmondtam, hogy ide megcsinálhatja. És akkor itt van egy kis helyük a malacoknak. Nem biztos, hogy itt lesznek még végleg, csak hogy be legyenek zárva egy kis helyre. Igen, a másik nagy változás, ezt itt láthatjátok, ez a nagy vizes barlang, ahol majd tudunk horgászni. És szerintem tök jó lett. A Krisztiának nem tetszik, mert csicska béna, de... Szerintem ez nagyon jól néz ki itt, és itt majd tudunk horgászni. Fogok belerakni még ilyen tengeri, mit tudom én, micsodákat. Lehet, hogy ezt bele is rakom. Így, és akkor vannak ilyen, hogy mondják ezt. Ilyen növények vannak az alján. Szerintem ez itt tök jól néz ki. Bár lehet, hogy kellett volna belerakni homokot, meg ilyesmiket. És akkor itt majd tudunk horgászni. Yeah, baby! Köszönöm, örülsz? Örülsz, hogy tudunk a táborba horgászni? Örülök, hogy tudunk a táborba horgászni. Csak tudod, még nem örülök. Hogy beestem a vízbe! Milyen szartó ez! Nem lehet körbe menni. Ugye, srácok, az előző rész végén mondtam, hogy egy barlangba fogunk költözni, de ez még nem teljesen 100%-osan biztos, ugyanis a Krisztián megvétózta az éjmet, a döntésemet. Azt mondta, hogy nem jó szerinte ez az ötlet. Ugye, Krisztián? Mondd kaszádon. Szerintem ez egy nem jó ötlet. Na, látjátok, milyen kis gonosz. Szeretném, hogyha ti... Mi a szar? Haja! 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 Na, elintéztem őket. Na szóval, srácok, szeretnénk, hogy ti döntsétek el, hogy hol legyen a szállásunk. Igazából annyira nem fontos, mert csak egy ilyen kis kraftolós helyiséget szeretnék, meg egy tárhely szobát szeretnék építeni, és arra gondoltam, hogy lehetne itt a barlangban valahol, lehetne itt kint egy nagy ház, egy ilyen dzsungelház, és ott, vagy lehetne még esetleg máshol is. Írjátok le a véleményeteket a kommentben, hogy ti hova szeretnétek, hogy... Mellé segíts! Júj, lánc! Chainmailja van! Kell... Ja, ezért rakjak neki? Dobjak el? Igen, ha tudsz. Jó. Hát, fölveszi, és hozzad bele! El fog halni így! De mit csinál? De hát akkor segíts már! Fölvette a nadrágot! Hát de hogy segítsek? Várj, akkor megütöm! De mit csinálsz, te béna? Ezt a bénát, ezt nem hiszem el! Ez megőrült! Már kétszer is megölt. Dobd rá! Kijölt meg! Hát te ölted meg magad, te pancsé! Eldobta? Igen! A chainmail izét! Ne, és belement a trépába! Chainmail chestplate és fullos! Igen! Woohoo! Ez az! Yeah! Baby! Igen, és a nadrágomat kapom vissza! Most! Yeah! 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 Igen, vissza a nadrágom! Köszi! Ja, Máté, mutattad már a srácoknak, milyen fincsi kajád van? Milyen fincsi kajám van? Aha!
itt van aranyrépa, a Krisztián csinálta, de ügyes. Ja, bizony csináltam, mert a aranyblokkokból egy rakás aranyrépát lehetett csinálni, amit találtunk. Igaz, hogy most megölt a Krisztián, de nem baj. Kiölt meg. Na, szóval srácok, amint látjátok, több. Több? Na, amúgy már te még nem is kommentáltál az elképesztő kinyi külsőmön. Tudod, srácok? Mire fog kommentálni mindjárt srácok? Az elképesztő külsőtön? Hogy mindjárt lila kék leszel, mert szarra verlek, mert szétüzéld az összes fát állandóan, te na, barom. Srácok, egy 1-től 10-es skálán mennyire menél? És még csak meg se bűnöldi az életet! Srácok, írjátok le kommentben, hogy egy 1-től 13-as skálán mennyire jó a kinézetem. Szerintem 0. Na, szerintem. Viszont több dolgot is kell ma csinálnunk, Krisztián. Most, ha így megláttam a ruhádat, azon tűnődtem, hogy jaj, ne, nem sokára, lehet, hogy el fognak törni ezek a láncruhák. Szóval mi kell ahhoz, hogy ne törjön el? Mending! Juhú! Szóval a mai részben megépítjük a szállását ezeknek a jó kis falusiknak. Írtátok, hogy a lükepál az legyen földműves, mert hogy lüke, és a földművesek lükék. Ezt írtátok, nem én mondom, hanem ezt írtátok. És bemutatom nektek újdonsült, régi újdonsült falusinkat, Béla, aki nem Bélát. Ez lett a neve, hogy Béla, aki nem Béla, mert a Krisztián szerint Béla kellett volna, hogy legyen. Szerintem meg nem Béla, úgyhogy az lett a neve, hogy Béla, aki nem Béla. Krisztián, akkor van egy tanácsom, vagyis egy ilyen, nem is tanácsom, hanem egy javaslatom. Te hova mászkálsz állandóan? Mit csinálsz? Mi ahova? Itt vagyok. Nem voltam sehol. Mit? Vagy előbb eltűntél, és ottnan jöttél ki a dzsungelből. Mit csinálsz te, barom? Semmit nem csinálok. Szóval, Krisztián, az első teendők azok lesznek, hogy lükepálnak, arra gondoltam, hogy lükepálnak ide építhetnél valahova, egy kunyhót, egy ilyen földműves kunyhót. Mit szólsz? Hát, azt szólom, hogy... Hol is férni, De azért ne legyen az útban ez, Krisz, itt az út. Ez így megy az út, itt végig. Jó, és akkor hol legyen? Hát talált ki! Ott lesz az út, szóval az útra ne rakd rá, az a lényeg. Jó, ahol mennek a fákják, ott lesz az út. Jó? Jó. Megpróbáljuk. Én pedig közben, amíg a Krisztián dolgozik, és nem csak lustálkodik, mint hogy szokott, addig a Béla, aki nem Bélának, szóval nem Bélának, csinálok egy nagy kunyhót ide, és ő lesz a mendinges falusink. És arra gondoltam, hogy csinálok neki egy ilyen nagy kunyhót, és alá csinálok egy enchant table-ös helységet. Krisztián, itt lebegnek a húsijaid. Ugye nem vetted föl? Megcsinálom a kunyhót, és szerintem én neki is kezdek, mert miért is ne, nem? Na. Te most végig itt fogsz állni és nézni engem? Nem. Csinálom a... Jó. Nézzét. Mert nem kéne, hogy lássalak. Mit csinálsz, hogy? Nem, semmi. Ez valami besánt. Nébe sántikálok. Te fogsz sántikálni mindjárt. Igen, na jó, van, szemmel tartalak most már ezután. Fontos, srácok, hogy ez itt nem lesz itt ez a dolog, úgyhogy ennek az útjába is lehet építeni esetleg, és szerintem én tudom is, hogy akarom ezt megcsinálni, úgyhogy neki is kezdek itt, ezen a szent ponton, vagy lehet, hogy ezen legyen itt. Jó van. És itt lesz fönt a nem Béla, ott lesz fönne nem Béla, egy ilyen kis kunyhószerűségben. Itt lesz alatta az enchant helység, és itt mellette majd egy lépcsővel lehet fölmenni. Így a fejembe már kialakítottam, szóval már csak meg kell valósítani. Krisztián, te milyen nyersanyagokból fogsz építkezni? Hát, nem tudom. Én szerintem dzsungelfából, meg ilyen mahoskőből. Arra gondoltam, hogy cobblestone-ból csinálom, ilyen mohás cobblestone. Ja. Meg sima cobblestone. Mert az ilyen dzsungeles kinézetű, nem? Hallod, Máté? Ha? El kell mennem WC-re, jó? Mindjárt jövök. WC-re? Igen.
Jó, igen, jó, mennyi, igen, csak nyugodtan. Mennyi. Jó, na, hello. Jó. Hello. És na, egyébként te miből fogsz építeni, Máté? Én miből fogok építeni? Hát, cobblestone-ból, meg... Igen. Meg fából, dzsungelfából, meg ilyesmikből. És te miből? Te miből fogsz építeni? Én? Hát én... Mondom, én dzsungelfából, meg van a mosszi cobblestone, meg ilyenek. Aha. Én abból fogok. Jól van. Na. Na, én szerintem el is kezdem amúgy az épületet. Kezdjed nyugodtan. Jó. Én is mindjárt jövök. Épít most a WC-n. WC-n ülök most. Igen? Találtál egy WC-t? Aha. Milyen WC-t találtál te? Tök jót. Igen. Ja, de nem mutathatom meg sajnos, mert azt mondták, hogy csak én használhatom. Aha, na, hogy haladsz? Hogy haladsz? Én egész jól, már elkezdtem. Már elkezdtem építeni. Jó. Én is mindjárt kész vagyok. Igen? Aha. És amúgy merre mentél? Merre, hát, merre mentél el? Most nem mondom el, mert nagyon büdös van, és nehogy ide gyere inkább, szerintem. Igen, hát elég büdi van, úgyhogy sajnos most inkább ne gyere ide. Igen. Mit művesz, hogy a mező közepén felcsalom? Hazudtál, hazudtál! Te hazudtál, mi? Hazudtál! Itt volt a WC, itt volt. Itt van a WC. Igen, nem mutasd meg a WC-t. Igen, ide jöttem. Igen, és akkor előbb meg miért a dzsungelbe voltál, amikor? Ide jöttem a WC. Hát mert a dzsungelen keresztül kell ide jönni. Jó, de előbb azt mondtad, hogy ülsz a WC-n, és meg ott a dzsungelbe menegettél. Te hazug! Itt mit a WC. Min sem, itt miben nem hazudok. Nézd meg, gyere, várjál. Mibe sántikálsz, Krisztián? Mit művelsz te? Hä? Mit akarsz te itt? Mi van itt? Mi van itt elrejtve? Hä? Jó, na mutatom. Na, figyeld. Jó, van. Okés. Fú, és visszarakja a vödörbe. Na, azt lehúztam, mert beletettem a tengerbe. Azt na, fú. Jó, van, oké, és na, akkor meg is van a WC-zés, mehetünk haza. Akkor, jó, jó. Akkor most már nem is kell semmit kérdezősködni, meg ilyenek. Mert ugye kiderült, hogy mit csináltam. Na, akkor mehetünk, jó, van. És mit csináltál valójában? Ezt csináltam, WC-re jöttem. Megkérdőjelezed a tit... Jó, mondom. Majd nem kimondta a titok! Milyen titok? Megkérdezed a tájtölömet? Azt akartam mondani, az én tájtölömet. Milyen táj? Mi az a tájtölöm? Nézd meg a Google fordítóban. Megkérdőjelezel, hogy azt mondod rám, hogy hazudok. Na. Hát hazudsz is, mert hazug disznó vagy. Semmi hazudás. De igen, igen. Srácok, írjátok le, hogy szerintetek mit csinált a Krisztián? Szerintem vécén. Vigyázz! Boom! Éjszaka ne nagyon izéljünk, mászkáljunk itt, szerintem gyere aludjunk. Mert hogy a lükepánt. Mert a lükepánt meg zombítják a zombitók. Most már tényleg elkezdem építeni, hogy a Krisztián miután itt sántikál valamibe. Semmibe se sántikálás sántikázt, nincsen. Sántikázt, semmi sántikálás. Sántikáló. Semmiben. Én sántikálásmentes vagyok. Aha. Hát megpróbálom valamilyen kicsit azért dizájnosabbra csinálni, hogy ilyen dzsungeles legyen. Meg is nézzük, hogy fog sikerülni. Hát szerintem nem biztos, hogy nagyon jól, de mindegy. Máté, van vasunk. Van egy csobó. Igen. Ja, tényleg voltam videón kívül vasat bányászni. Jó, voltál vasat másnyászni. Aha, másnyászni. Videón kívül igen, voltam a hegytetőn, voltam bányászni vasat. És rengeteg bányás. Júj, és emerald az van, mert nekem is van egy, be kéne tenni. Igen, igen, igen. Itt van. 7 darab, az már elég sok. Ide, srácok, ide alá fogom csinálni az enchantos szobát. Ami, hát ez így nem lesz jó. Mert nincs egy közepe. Akkor viszont lehet, hogy itt egyel arrébb hozom. Mert egyes közepe kellene, hogy legyen. Egy az, hogy a lükepál is, vagyis nem a lükepál, hanem a... Hogy hívják? Béla, aki nem Béla, ő benne legyen. Normálisan. Itt lesz az enchantos hely, szerintem ez nagyon jó lesz így, ez nagyon tetszik. Oké, okay, és akkor megcsinálom kicsit ilyen dizájnosra. Már a föld alá költöztetni megint ezt a szegény embert, ezt nem hiszem el. Nem a föld alá, itt lesz fönn, és ott lesz lenne az enchantos hely. Igen. Krisztián, olyan design elemeket használok, hogy szerintem, de ilyet még nem is láttál. Máté, én belső építész vagyok. Hát ez az, én meg külső. Na látod.
Na, úgyhogy én már olyan dizájnokat láttam. Na, itt kezd kész lenni, szerintem ez már egész ilyen dzsungeles hatású. Nem, Krisz? Dzsungeles szerinted? Hatású? Hát szerintem is elég dzsungeles hatású. És szerinted melyik a dzsungelesebb, a fákja, vagy a lantern? De szerintem a lantern az... A lantern az jó hangulat. Azaz a lámpás. Ez nagyon jól fog kinézni, srácok. Ez... Mindig úgy is mondod, hogy... Hát ez a Krisztián állandóan itt dobálja a szemetét. Aha. Na, akkor elmegyek valahova, és kidobom a inventorimból a szemetet, jó? Nem, nem mész sehova, gyere ide! Gyere ide! De miért nem? Miért? Ne tízs már meg, hogy én hol mehetek. Hát mert valamiben egy sántikász, nézd! Mi? Kidobom a szemetem! Jó, kidobod, jó. Nézd, ide dob bele, ebbe a lukba, és utána temesd be. Hé, de azokat miért dobott ki? Mert. Azt nem kell kidobni, ne? Jó lesz az nálam is. Na. Jó, akkor adom neked. Jó. Ezeket mind be kell rakni a ládába szépen. Hát én nézd, itt van alma is. És miért dobott ki az almát, te barom? Hát mert hogy most te úgyis mindent felveszel. Mert itt van bőr. Na. Jó, akkor most már van az inventorimba. Jó, na, jó. Akkor nem kell sehova menned, igaz? Nem. Wow, Krisz! Azt a mindenségi uram! Na, Krisztián, büszke vagyok rá, egész jó út, de építesz. Csak arra azért nem vagyok rád büszke, hogy itten eldobálod a királyságos szemetet. Vagy nem a szemetet, hanem a ami nem szemét, azt eldobod. Úgy, alul majd itt valamit még kell vele csinálni, de egyenlőre jó lesz. Oké? Na, és akkor csinálok egy darab mosszi lépcsőt, meg két darab sima lépcsőt, és akkor igazából már kész is fönn is vagyunk. Oké, na itt lesz egy lépcső, itt lesz majd fölmenni a nem Bélához. Ez itt nagyon jó lesz, Krisz, szerintem. Sőt, biztosan. Már ne jön, megint nagyon csöndbe vagy, Krisz. Mi? Nem is vagy csöndbe. De nagyon csöndbe vagy. Itt vagyok. Hopsz, ott van. Miben sántikál ez a dög? Jaj, na, voltam pisilni, jó van. És te miért jársz ennyire WC-re, mi? Most hát, milyen mert font? Sokat iszok mostanában. Na. Aha, okay. És miért nem halad a munkálat? Hő? Hát, azon gondolom. Jó, ezt tudja, hogy titkol valamit már megint. Ezt nem hiszem el. Srácok, ki fogom deríteni, hogy mit titkol ez? Nem titkolok semmit. Miért titkolnék én valamit? Hő? Hát igen, én is ezt kérdezem. Miért titkolnál? Olyan egy embernek ismertél engem, hogy én titkolózok. Aha. Hó. A Krisztián, na most nem foglalkozunk, mert nem lesz kész ez a bigyusz. Úgyhogy csinálok neki valamiféle keretet. Szerintem logból lesz, mert hát miért ne logból legyen, nem igaz? Igen, és lesz neki valamilyen dzsungeles tető, teteje. Szerinted, ha most még nem lesz elképesztően tökéletesség, amit csinálok... Hát nem kell elképesztően tökéletességnek lennie, mert én is majd fogom még javítgatni. Fakerítés lesz, meg fából fogom csinálni a keretét, mert az nagyon jó. Jó van. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen design elemekkel dolgozhatunk. Itt lesz... A baby. Elfogyott a dzsungellogom, ezt nem hiszem el. Még-e halálra megölni, mi? Milyen halálra megölni? Nem semmit csináltam. Tudod, mit, Máté? Na? Körülnézek, hogy van-e szörny. Nem nézel körül, nem ászkáljál már el állandóan, te büdös disznó. Megyek, hogy van-e szörny. Okay. Mibe sántikálsz te? Semmibe körülnézek. De most állandóan átlagos dolgokat csinálok, és akkor itt mindig rám vádolol. Először WC-re mentem, aztán meg sehova se, meg most meg megnézem, hogy van-e szörny, és akkor állandóan én sántikálok valamibe. Azért állítsunk már ezt állandóan te sántikálsz valamibe, pontosan. Attól félek, ha most lerakom ezt a genyát, akkor a lükepál az fel fogja venni a munkát, úgyhogy még nem rakom le. Viszont be kéne itt fejezni a dolgukat, úgyhogy szerintem ide fogok csinálni egy falat, ami úgy fog kinézni, hogy ilyen nagyon király fal lesz, és ilyen lukacsos lesz. Uh-huh. Na, mit szólsz? Ja, semmit. Uh-huh. Az ott lehet, hogy jó lesz. Mi lesz jó? Mi lesz jó? Ja, semmi. De mit titkolsz? Mondd el, Krisztián. Na, elmondom, hogy mit titkolok, jó? Aha, jó. Gyere ide, le megmondom. Azt a rohadt, ez de jó lett! Nézd már! Azt a rohadt!
Wow, baby! Milyen királyat csináltam már ezenek ma a kis fiaim. Mit titkolok, jó, Máté? Jó, na mondjad, mondd el. Krisztián, mindenki tudni akarja, hogy mit titkolsz. Mert ez, hogy megás nélkül lelépsz, és itten sántikálsz valamibe, ez nem normális. Úgyhogy kérlek szépen, felszólítalak, hogy most mondd el. Okés. Na, elmondom. Elmondom, hogy mit titkolok. Mondd is. Az az igazság, hogy a Mali az nem is lány, hanem fiú. Hogy micsoda? Tudni nem ezt titkolod, te büdös disznó! De azt titkoltuk, ugye, Mali, hogy te fiú vagy igazából. Csak nem lehet téged megkülönböztetni. Mert ugyanúgy nézel ki, mint a másik disznó. Te meg tudod mondani, hogy disznó az lány vagy fiú? Hát persze, hogy nem. Igen, és ezért miért mászkálsz el? Ez kicsit sántit ez a történet, kisfiú. Azt hittem, hogy lány, de most mondta, hogy fiú. Ez kicsit sántit ez a történet, kisfiú. Mi sántit? Te sántit, azt mindjárt. Én nem sántitok. Megtámadott a zombi, tudta, hogy a Máté halált hoz ránk. A halálodba rohalsz, és ránk is halált hozol! Hú, elfáradtam ma. Nagyon jól készül, Krisz, neked? Hogy készül a házikod? Nézd, nekem tök jól néz ki. Aha, ez tényleg tök jól néz ki, csak túl ilyen össze-vissza marhaság az egész. Nem össze-vissza marhaság, kisfiacska. De össze-vissza marhaság. Nem. Na, gyere, nézd meg az enyémet is, hogy készül. Na megnézem, hogy miben sántikálsz te. Mert hogy nem az a sántikálásod, Máté. Mert a sántikálásod is érdekel. Vigyázz! Vigyázzok! Vásztorat nem vigyázz, az rengeteg csalő. Jó, na. Oké, okay. Szóval így néz ki az egész. Amúgy elég jó, igen, és itt is legyen egy ilyen oszlop, és itt legyen a bejárat. Ez így nagyon jó, Krisztián. Gratulálok, gratulálok. Már csak egy tetőt kéne neki építeni, és belerakni a lükepált. Lükepált is, meg a izét is. Szerinted az hogy néz neki? A lükepált is, meg a... Lükepált is, meg a karateséfet is. Ne, szerintem csak a lükepált, ez kicsi kettőjüknek. Miért? Ide az egyik sarokba, meg ide a másik sarokba. Igen. Aha. Hát jó. Hát szerintem. Jó, ahogy gondolod. Hát gondolom is. Na, kezd most már egy kicsit így alakulni ez, úgy gondolom, hogy így... ez itt nem jó. Ide szerintem, hogy legyen benne egy kis depth. Legyen benne egy kis depth. Egy kis depth of field. Aha. Csinálok ilyen kőkerítést is. Jaj, zombi husi, hallod, lükepált. És megnézem, hogy ide hogy néz neki egy kis... Kapsz egy kis zombi husi. Kőkerítés, hát ez itt nagyon rossz. Szóval ez így nem jó, de így talán amúgy jobb lenne. Nem. Így jobb. Máté, szerinted az lükepálnak nem lesz baja a zombi husitól, mert adtam neki. Ezt most... Na azért, nem vette fel szerencsére, okos a lükepál, jó. Akkor jó, akkor nem lesz baja tőle, gondolom. Jó. De jó lenne, nem akarnád megmérgezni. Nem akarom én megmérgezni. Hát ő mondta, hogy kell neki kipróbálni. Nem kell neki, nem akarta kipróbálni. De ki akarta próbálni? Igen, és kell még ugye a dzsungel cucli, így. Igen, és akkor elkezdem építeni a tetőt. Sziasztok, méhecskék! Júj, de szép mézet csináltatok. Majd leszedjük, jó? Nyugalom. Csináltak mézet? Igen. De jó. Csináltak mézet. Jaj, nem, rosszul csináltam. Mondjuk, halad lehet így jobb is, amúgy. Oké, kell még lépcső, és akkor megcsinálom még az oldalát. Szerintem nem is tudom, hogy hogy. Nem is tudom, hogy milyen. Milyen dolgokból. De mit suttorászol? Nem suttorászok, elmentem a Dark Oak-ér. Most tényleg oda mentem. Most tényleg oda mentél? Akkor azt jelenti, hogy előbb nem oda. Oda mentem. Most tényleg oda ment, szóval azt jelenti, hogy most, hogy az előbb nem oda. Oda mentem. Na, úgy akartam mondani, na. Én nem tudom, srácok, hogy ez mit akar, vagy mit csinál, mit művel, ez baromál. De is, nézd meg, itt ingerelet ellenem a srácokat, ezt nem hiszem el. Hát, mert itten hazudsz. Semmiség, semmi. Azt arra, ez nagyon jól néz ki szerintem. Csak kéne bele egy kis dept. Egy kis dept kéne bele. Vagy egy kis ilyen minta. Majd még nézek dolgokat, hogy lehetne földobni, de amúgy most, hogy eszembe jutott, lehet, hogy kéne bele lépcsőt. Kőlépcsőt. Na, mit szólsz, Krisz? Én azt szólom, hogy szerintem az tök jó dolog, hogy hát kőlépcsőt raksz oda. Ezt szólom. És most miért tesz velem minden ilyen egybe? Azért, hogy ne gyanakodjak rád. Hát, miért gyanakod rám? Hát azért, mert büdös dög vagy, is hazudt. Ho, semmi, ilyesmi nincs. Szerintem ez így nagyon jól néz ki. Gyere, Krisz?
Nézzétek meg, srácok, itt beteg vagyok, és még rám is támad a Máté. Az, hogy beteg vagyok, az egy dolog. Fúj, mi ez? Ez tök jó, ez művészet, Krisztián. Nem tudod, te mi az a... Művészet. Igen, de nézzük meg a te művészedet, te baromállat. Nézd is meg, lássál egy kis jót is. Fúj, fúj. Hogy néz ez ki? Ez nem is dzsungeles, te. Na jó, de mi nem dzsungeles? Amúgy elég jó, elég jó. De az enyém az jobb. És megpróbálom megcsinálni a tetőt, ami fúj, ezt utálom, nagyon rossz. Nem szeretek tetőt csinálni egyáltalán. Ezt így nem fogom tudni megoldani. Várj, így, ó, tökéletes. Oké. Okay. Máté, oálkot szedtél sokat? Oálkot szedtem sokat, igen. És mennyi oálkunk van? Ó, csak 64 van, az nagyon kevés, sajnos. Dark oák, az nem kell neked? Mert ott betettem a oákokhoz. Máté, nem baj, elhasználom az összes oák logot? Az összeset? Hát, hát, hogyha utána vágsz, akkor nem. Jó, hát vágok majd. Jó. Vágok majd, csak ne aggódj nyugodtan. Na. Ne aggódjak nyugodtan? Igen. Ez tetszetős, azt kell mondjam. Mit gondolsz róla, Krisz? Szerintem is egész tetszetős. Aha, szerintem is jó van akkor. Nem tudom, miről beszélsz, de valószínűleg biztos az. Megpróbálom így összehangolni, hogy ne legyen ilyen egyhangú, vagy hogy is mondjam. Legyen egy kis élet ebbe a tetőbe, értitek, Élet a tetőbe, de hát az fába van, ami ki van vaug-vau. Vaug-vau. Ez egy élő fa, Krisztián. Én nem ölöm meg a fát. Jó. Igen, ez itt fog menni. Itt. Hogy is, hol is? Egész pofás lett. Hú, egész hangulatos itt bent. Ne üsztasd már. Krisz, nézd meg. Jonaszki. Jonaszki. Elég Jonaszki. Ó, azt ez elég Jonaszki lett itt bentről. Ja, tudom. Szia, Mali. Nézd csak. Azt a rohadt, milyen profi vagyok, testvérem. Ez tényleg rohadt jól néz ki, Jonaszki. Nézd már, te két glóber is nőtt ezen. Ki ne üsd. Hallod, Jonaszki, ez szerinted milyen? Jó lesz szerinted ez a fajta tető? Azt a rohadt, srácok, ezt írjátok le. Srácok, nektek is tetszik ez az építményem, mert szerintem... Azt a, ez nagyon jó lett, Máté, Jonaszki. Ja, tudom. Jaj, ne, beestem a Malékhoz! Jaj, ne, rá ne tapossa Malinak a lábára. Azt a rohadt, és ott lesz benne Béla, aki nem Béla. Hallod, Béla? Itt lesz benne Béla, aki nem Béla. És... Azt a rohadt, de jó! Hát, Krisz, én ezt azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt most nem is értem. Hogy lehetek ilyen elképesztően nagyon-nagyon jó emberű építés. Aha, hallod, Mali? Vagyis Mali? Hallod, most Jonaszki? Most összetévesztett egy disznóval. Hallod, Jonaszki? Na, én kész vagyok teljesen. Ez mega király lett szerintem. Csak meg kéne csinálni, hogy ne támadják meg nagyon a Béla, aki nem Bélát ott benn. És azt itt nem... lesz, nézd Krisz, itt lesz alatta az enchantolós hely. Itt. Igen, és egyből alatta lesz. De valami liftet is csináljunk akkor, hogy ne kell állandóan lerahangálni a izén, nem? Nem, amúgy nem kell, mert nem oda visszajárkozik a Bélához. Na, vagyis a nem, igen, a Bélához. Na, ha nem Bélához. Ez jó fajta, ez a tető. Ez jó, így ez a tető. Ó, egész jó. De ez a fajta tető jó lesz hozzá? Igen, szerintem jó. Csak tudod, mit kéne? Na mit? Ledarálni. Tudod, így lekérgezni. Nem jó az. Ez nem jó. De mert előtt ettől akkor. Próbáld meg. Így is előtt ettől akkor. Próbáld ki. Nem jó. Próbáld ki. Ez nagyon jól nézne így ki. Nézd meg. Nem jó, mert túl világos a izéhez. Túl világos szerintem a kőhöz. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem túl egyáltalán. Világos a kőhöz. Szerintem nem. Na, akkor majd a srácokat megkérdezzük. Jó. De már annyi mindent kell leírniuk, hogy már se tudják már, hogy mit kell leírniuk. Na. Srácok, majd mindegy, mert a következő részben is írhattok dolgokat. Azt arat itt bent, itt nagyon jó lett. Szerintem ide kőkerítést rakok amúgy, nem fát. Ide. Erre a részére, itt háttámlálnak. Mert tudod, hogy nem akarom, hogy a Béla, aki nem Béla. Mit csinálsz? Lő, ez az meglőtte a vizét, lükepált, te hülye! Ezt nem mondod komolyan! Meghalt, te gonosz! Hogy merted meglőni a lükepált, te rohadványos! Meglőtte a lükepált! Azt a rothadásos!
Igen, mert pont szaladtam el, és lezuhantam, és így elrepült a fejem fölött a nyilvessző. És jó, pont úgy ment, hogy a lükepára ment. Azt, amilyen milyen hihetetlen moment, nem? Ja. Hogy engem lőtt a skeleton, és pont a lükepárt találtam. Ezt így akarom, hogy tudod, egy kicsit így eltakarja a Béla, aki nem Bélát itt ez a fal. Tudod, hogy ne nagyon tudjanak belőni hozzám mabok meg ilyenek, mint például mostnál lükepár az. Na, Krisztián, a következő lépés az az lesz, hogy beköltöztetjük a Béla, aki nem Bélát, a lükepált és a karateséfet a helyükre, és megcsináljuk, hogy nagyon király dolgokat adjanak el nekünk, mert kell a mending, hogy tovább tudjunk haladni ebben a játékban. Áááá, Creeper! Hő! Már elintézem. Úgy, most nagyon koncentrálok, hogy mellé ne üssek. Jó. Krisztián, kéne aludni, mert meghalunk! Igen, és amint beköltöztettük őket, ugye ja, lesz... Ja, aludni, itthon vagyok amúgy. Amint beköltöztettük őket, lesz mendingünk, ami rengeteg minden új dolgot megnyit előttünk. És az is lehet, hogy encsantolni sem fogunk elmarasztalni. Hú. Nézd már! Nőtt két glóber ide. Krisztián, hol hát vagy? Hát azt már mutattam 20-szor, te barom. Mit csinálsz? Megint titkolózol? Megint titkolózol? Na gyere ide, elkaplak! Nézzük meg a büdös titkát, hogy mit titkol! Nézzük meg! Hol vagy? Hol vagy, te büdös dög? Na most még végleg kiderül, hogy mit titkolsz, te büdös dög! Hol vagy? Ja, ott vagy, azt hittem, hogy megint elszaladgáltál, te büdös titkos.